Kertész úr! Kertész úr, jöjjön! Mindjárt vegyek, csak felveszem az ingem. Aj, nem kell, ne vegye föl! Jöjjön anélkül! Aj, sőt, mindenképpen anélkül jöjjön! Miben segíthetek? Jaj, hát mindenben. Vagyis van itt egy rejtvény, azt kérdezi, hogy ki volt az első híres kertész. Nem tudja véletlenül? Julius Cézár. Cézár? De ez most miből gondolja? Ő mondta, hogy a kocka el van vetve. Jaj, hogy maga milyen okos így ing nélkül. Tessék, a telefonja azt mondja. Jaj, köszönöm, Viktor, nagyon kedves. Egy nagyon fontos telefont kell elintéznem. Köszönöm. Halló? Halló, Marika drága. Parancsolj, kedves. Ó, Marika drága, én nem parancsolok. Én csak kérni szeretnék az egyik aggódó nő a másik aggódó nőtől. Csak arra szeretnélek megkérni, illetve megkérdezni, hogy te, mint a férjem, a Józsinak a főnöke, valóban elküldted őt Oszlóba? Persze. És mondd csak, a titkárnőjét is vele küldted Oszlóba? Persze, mind a kettőt elküldtem Oszlóba. Azzal a különbséggel, hogy a férjedet északra küldtem, a titkárnőcskét meg délre, Hajdúszoboszlóra. Ó, köszönöm, drága Marika. Hát igazán rád lehet számítani. Úristen, a pasim! Menj ki az ablakon! Gyerünk! Ne azt vegyed! Menj már! Menjél már! Szia, Nóri! Hello, édes! Hát, te már itthon vagy? Ó, nem! Csak a hologramomat küldtem előre. Hogy nézel ki? És mit undokoskodsz? Melegem volt. Remélem, nem kezded el újra a féltékenységi rohamodat. Mint hogyha a kertész pasi kocsiját látnám a kapunk előtt. Dolgozik? Oh, Istenem, elegem van már a gyanúsítgatásokból. Tegnap a Pékkel, tegnap előtt a szippantós kocsis fiúval, most meg a kertészel, aki egész nap kint túrja a földet, mint valami hiperaktív vakond. Elegem van belőled. Nem igazán látom, hogy kint dolgozik. Vak vagy? Innen látom, ott van. Rólam beszéltek? Te egész nap kint dolgoztál a kertben? Reggel óta megsálltam. És kapáltál? Dugványoztam. Baj? Ja, az szabad. Kertész úr? Jöjjön csak. Nem csak maga itt a nagy lótusz faktusz. Ezt a szilvafát saját kezüleg ültettem. Na, ebbe kössön bele, ha tud. Ha? Legközelebb ültesse úgy, hogy a gyökere legyen alul, a koronája pedig felül. Kertész pasiát látnám kint. Pasiát? Helyett az így a háttérben. Mint hogyha a kertész. Kutyáját látod. Nem tudom elmondani. Én egy nagy kéréssel fordulok feléd, illetve nem parancsolok, várjál. Ja, nekem kell mondani, hogy nem parancsolok. Erre nézzél, mert látszik a fogad, én ügyek azért. Hát de mindig ránézek meg közben. Még most én nem vagyok itt. De nem az, hanem, hogy én nem parancsolok. Te azt mondod, hogy nem parancsolok, csak kérek. Ja, igen, mert azt mondod, hogy parancsolj. Ja, én nem parancsolok, kedves, csak kérek. Akkor onnan, hogy mondom, hogy halló, ja.